Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 5-e az egy portál nap. Az azt jelenti, hogy a mi földünk kapcsolatban áll a plejádokkal. Ez egy finom energiamező van gyógyító hatása, itt kinyílik egy égi kapu a plejádok fele, és kinyílik egy ajtó a spirituális területre. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Hogy miről van szó, erről beszámolok ebben a felvételben. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy mikor van egy ilyen portálnap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, ez szerencsét hoz. Ez a portálnap május 5-e a 12. hullámban van, ami május 8-áig tart. Utána majd indul a 13. hullám. Ez a portálnap, ez a 10. nap ebben a 12-es hullámban. Az energia, a hullám energiája és a nap energiája azt jelenti, hogy most lehet valamit indítani, mert az gyümölcsözni fog. Ezek lehetnek változások, ezek lehetnek döntések. Fontos az, hogy vannak tervek, és ez a terv megvalósítható, sőt, vannak befolyások, külső befolyások, vagy valaki, aki segíteni tud ebben. Amit most indítunk, az gyümölcsözni fog, sikerekhez vezet. Ebben a maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a napon, ezen a portál napon Ben uralkodik. Ben lefordítva az élet fáját jelenti, ami itt a képen látható. Ez a fa azt mutatja számunkra, hogy mennyire fontos a biztonság érzete, ahol le tudunk gyökerezni. Egy stabil helyzet. Ez lehet egy munkahelyi változás. Ez lehet egy költözködés. Ezek lehetnek változások családon belül, vagy a párkapcsolatban. Kell egy bizonyos hely, vagy egy kapcsolat, ahol úgy érezzük, na végre ide érkeztem, pontosan ezt akartam elérni. Itt megvan a stabil helyzet, itt jól érzem magamat. És ez is egy fontos téma most ezen a napon, hogy elfoglaljuk a helyünket az életben. Ennek a fának van gyógyító ereje is, utalhat egészségügyi témákra is. Itt megvan a gyógyító erő, vagy ha ezen a területen dolgozol, megvan a lehetőség, hogy a munkahelyen elfoglald a helyedet, hogy megkapd a megbecsülést, hogy legyen egy stabil munkahely. Ha én a fát megnézem, nekem mindig az jut eszembe, hogy a fa tisztítja a levegőt.
hiszen belélegzi a CO2-t, és kilélegzi az oxigént. És én olyan gyakran gondolok ezekre a témákra is, hogy mennyire jó lenne, ha fákat ültetnénk, hiszen van tisztító hatása, van gyógyító hatása is. Amit a fa még jelent, ez a türelem. Mert egy fának is időre van szüksége ahhoz, amíg gyümölcsözik. Nekünk is időre van szükségünk ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Gyakran nem jó az, ha elsietjük a dolgokat, vagy türelmetlenek vagyunk. Itt ezen a képen az élet fája látható, és itt vannak a gyökerek. A gyökerek jelentik az őseinket is. És a fának van egy koronája is. Itt van növekvés, és mutatja az égi hatalmat. Tehát az élet fája nem csak az őseinket jelenti, hanem az égi befolyást, a kapcsolatot az isteni hatalommal. Ezen a szertartáson ezek a témák, a gyógyító erő, egy biztos hely, ahol el tudjuk foglalni a helyünket, elérni a céljainkat, hogy sikerek legyenek, hogy legyen egy biztos munkahely, biztos anyagi helyzet, jó kapcsolat a családon belül, egy tartós párkapcsolat, ahol ki lehet közösen építeni valamit. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendellát!